sok régi ismerős arcot fedeztem itt föl, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát csak azért jelentkeztem egy pár perc erejéig, mert ebbe a székesfehérvári, illetve a Kandó főiskola számítástechnikai oktatásának az előkészítésébe, megszervezésébe tettes társként én is részt vettem, és én már 60-as években is az Elliot gép, a Elliot 803 és ezeknek a gépeknek a szervizelésében Szent Iványi Tiborral együtt dolgoztam annak idején, részt vettem. Na, summa summarum, Magyar Híradástechnikai Egyesülés úgy határozott, hogy vesz egy System 450-es gépet, akkor ez egy legmodernebb három generációs számítógép volt, és a meghívást kaptam két kollégámmal együtt, Neményi András és Trembeszki Sándor, akik sajnos már nem nincsenek közöttünk. A számítóközpontba, a számítóközpont szervizelésével kapcsolatban. 9 hónapig kint voltunk, ami hát 70-ben nem volt olyan gyakori, hogy bárki kint lehetett egy ilyen számítógépes iskolán, ami az ICL szervezésében volt. És ott mi mindent igyekeztünk megtanulni, amit csak meg lehetett, és idézőjelben ellesni, amit el lehetett lesni. És akkor hazajöttünk, az Ivanyos tanár úr részéről kaptunk egy meghívást, amit a Kutor Laci említett, hogy na hát, ha ti kint jártatok, akkor biztos sok mindent tudtok, és kellene segíteni a számítástechnikai oktatás megszervezésébe. Hát most egy kicsit úgy voltunk akkor, én legalábbis, mint a Zorba a görög, aki azt mondta, hogy táncolni kell, uram, a zene meg csak megjön valahonnan. Hát mi is ugye elkezdtünk gondolkozni, én is, hogy hogyan lehetne ezt az ott megtanult ismereteket olyan rendszerbe foglalni, amit itt a főiskolai oktatás keretében át lehet adni a hallgatóknak. Rám a számítógépes rendszerek oktatása jutott, mint téma, ami perifériális berendezések címén jegyzetet is írtam róla, elkezdtem oktatni 70-ben. A cél az volt ezzel a perifériális berendezésekkel, igaz, hogy a System 4-es gépcsaládon keresztül mutatta be a számítógéprendszer működését, a perifériák, input-output, mikroprogramozás dolgokat, de hát mint hallottuk, már ebben az időben rengetegféle számítógép volt, tehát gyakorlatilag 10-20 féle típust is lehetett volna tanítani. Én akkor úgy döntöttem, hogy inkább rendszertechnikai szempontból fogom meg ezt a kérdést, és ennek alapján írtam meg a jegyzetet, amiben hát példák, azok konkrét példák voltak, de gyakorlatilag a számítógép felépítését, az akkori technológiát, a mechanikai berendezésektől a mikroprogramozásig igyekeztem összefoglalni, és ezt oktattuk. Most Székesfehérvárra én 71-be kerültem, szintén az Ivanyos tanár úr kérdésére. Megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem lemenni, mert hogy elindult Székesfehérváron az oktatás, már folyik, de hát se laboratórium, se számítógép, tehát gyakorlatilag semmilyen gyakorlati oktatás nincs, és ennek a megszervezésébe kéne részt venni. Hát én ezt örömmel vállaltam, lementem, nem bántam meg a mai napig sem, és ott pár tanár kollégámmal együtt, neki láttunk a méréstechnikai laboratórium építésére, számítógépet szereztünk. A Videotonnak én voltam az összekötője a főiskola és a Videoton között. Itt említésre került Kázsmér János, vele tartottam a kapcsolatot, minden segítséget megadtunk, és én a saját szememmel láttam, hogy egy ilyen párfőből álló üzemből, hogy lett egy-két év alatt egy nagyon komoly, nagyon fejlett számítógépes gyár Székesfehérváron, hát sajnos ez most pillanatnyilag a múlté, de ez akkor igen nagy szó volt. És a főiskolának volt egy olyan igénye, hogy ezek a szakemberek, akik kikerülnek majd Fehérvárról, ezek a leginkább a Videoton és a számítógépgyártás területén helyezkedjenek el, de hát azt hiszem, hogy sikerült ott a tanár kollégákkal együtt egy olyan oktatási rendszert kialakítani itt a budapesti főiskola támogatásával, ahol gyakorlatilag olyan szakembereket képeztünk szerintem, akik nem csak hogy akkor megállták a helyüket, hanem a mai napig is úgy érzem, hogy a szakmában vannak, és ezt arra alapozom, hogy minden egyes évfolyam találkozó, Kutor Laci az egyik tanítványom volt, aki már rég túlhaladta a mestert. Mindig meghívnak engem is ezekre a találkozókra, és ez 74 óta így van.
és éppen novemberben, most egy hónapja találkoztunk, és örömmel láttam, hogy azok a hallgatók, akik akkor egy bizonyos speciális képzést kaptak, vagy legalábbis mi azt gondoltuk, hogy részben azt kapnak, az a mai napig megállják a helyüket, és követik a technológiát, és azt az üzenetet magukévá tették, hogy a mérnöki tudományok azok elég gyorsan avulnak, úgyhogy aki nem tart lépést a technológiai fejlődéssel, az lemarad, és én úgy láttam, hogy a társaságnak az öme az bizony a technológiai lépésekkel lépést tudott tartani, és nagyon jó pozícióban vannak. Itt van egyik kedves tanítványom, aki ezt példázza. Úgyhogy ennyit akartam mondani, hogy én nagyon örültem, hogy ebben részt vehettem, és amit épp az előbb az utolsó felszólaló hiányolt, hogy a hallgatók, ez az évfolyam, aki ugye lelkesen támogatott minden új dolgot, velük együtt építettük fel a laboratóriumot, a számítóközpontot, és gyakorlatilag, mint egy munkacsoport lett volna, úgy dolgozott a társaság. Hát nem tudom, hogy ez a mai napig megvan-e, mert én már nem oktatok, de remélhetőleg erre szükség lenne, és hát én végszóra sok sikert kívánok a Óbudai Egyetem tanári karának és a leendő és a jövő mérnökeinek, hogy hát hasonló lelkesedéssel fogjanak hozzá a jövő feladataihoz. Köszönöm szépen, és én tartom magam. Szeretném újra kérdezni, hogy van esetleg, aki szeretne most hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz. Bálint, kérlek szépen. No, én tulajdonképpen annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes volt ez a mai délután, és két megjegyzést szeretnék hozzátenni mondjuk a szervező informatika történeti fórum nevében. Ja nem, hármat. Az egyik az, hogy megköszönni a előadóknak, a szervezőknek és főleg a hallgatóságnak azt, hogy ez megtörténhetett, és végighallgathattuk egyszer. Másodszor azt hiszem, hogy le lehet vonni egy olyan tanulságot, hogy itt most a számítástechnikai oktatás történetére volt napirenden, de nagyon sokat hallottunk a magyarországi számítástechnika történetéről. Hiszen a kettő nem választható el egymástól. Tehát valamilyen módon meg kéne találnunk a fórumon belül a módját annak, hogy egy általánosabb körben próbáljunk meg valamiféle magyarországi számítástechnika történetet feldolgozni, összeállítani, kutatni, nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Ezen kellene gondolkodni, és ehhez ez a mai dolog, ez egy hasznos hozzájárulás volt. A harmadik megjegyzés ehhez kicsit kapcsolódóan az, hogy szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a fórumunknak van egy mellékterméke, ami a Vasvári Gyuri kollégánk szervezésében egy képgyűjteményt jelent, amiben a magyarországi számítástechnika történetéről mindenféle érdekes képek vannak, nagyon szépen rendezve és a honlapunkról elérhetően prezentálva. Ezen egy csomó olyan gépről és főleg emberről találunk képeket, akikről itt ma szó volt. Például Sebestyén Jánosról van kép, Krekó Béláról az a kép, amit Győző kivetített volna, ott megtalálható, és még sok más nagyon érdekes kép, és egyrészt, másrészt bízom benne, hogy a ma itt bemutatott képek, azok hamarosan majd eljutnak Vasvári Gyurin keresztül ebbe a képgyűjteménybe, és a képgyűjteménynek a következő kiadása, most pillanatnyilag a 12.2-es változatnál tartunk, tehát valami következő változat az már nem csak 156, hanem még ennél több érdekes képet fog tartalmazni. Tehát ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy ezeket is nézze meg. Kérek szépen, gyerek szeret.
néhány gondolatot hozzáfűzni. Elnézést kérek, nagyon rövid leszek. Először is köszönöm az összes eddigi segítőmnek azt a hatalmas energiát, amit kaptam tőlük, és azt a sok információt, amit együtt feldolgoztunk. Másrészt szeretném előre megköszönni azoknak, akik majd még az ezutáni munkákat, a befejező munkákban fognak segíteni. Egy gondolatot akartam előtte mondani, most jutott eszembe. Mikor a Bálint felvetette, hogy tegyük föl a tanulmány éppen aktuális változatát a honlapra, megrettentem. Mi lesz velem? Mi lesz, hogyha naponta 10-20 levél jön, hogy ez nem jó, az nem jó, ezzel bővítsd, és nem jöttek a levelek? Tehát ez egy borzasztó fölismerés volt számomra, és aztán elkezdtem megint a régi módon ismerősök útján keresni, embereket megszólítani. Tehát úgy látszik, ezt a módszert kell továbbra is csinálnom, de nagyon szépen kérem, hogy akinek mondani valója van, aki még bővíteni, javítani szeretni, az keressen meg, és alkotó módon írja le a szövegeit, vagy mutasson rá egy irodalomra, bővítsék a korabeli anyagok szakkönyvek listáját, hogy előálljon ennek a munkának egy olyan végterméke, amit már akár nyomdába lehetne küldeni. Most még nagyon hiányos, sok fehér folt van benne. Köszönöm az ezutáni segítőknek, hogy ránk figyelnek. És bátran merem vállalni, hogy a mérjeiket fogadom, és válaszolok rá. Köszönöm szépen!